Most lett valahogy elegem ebből a rengeteg buzizásban, hogy közbeszéd tárgyává emelődött ez a szó így, ahogy van, főleg Kerény Imrének köszönhetően. Szerintem olyan jó, hogy egy csomó ember összejöhet az utcán, és azt hirdetheti, hogy ő meg így szeretne élni. Hatalmas tömeg! Sok módon szeretnénk az üzenetünket, a nyíltság üzenetét, a tolerancia üzenetét eljutatni mindenkinek, aki ebben az országban él. Gonna spend my life being a color. Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Egy közösségi kezdeményezést, a Google, a Prezi és az ISPEL, amihez most már több mint 400 cég és közösség csatlakozott, hogy azt mondjuk, megéri nyitottnak lenni. Ha mondjuk nekem megtiltanák, hogy vele legyek, és hogy ő megszülessen, akkor nagyon rosszul érezném magam. A listázásról mi a vélemény, hogy listázzák a melegeket? Azonnal listázzanak engem is, ha egy mód van rá. Előző életemben nekem volt alkalmam számos hasonló listán szerepelni, egy picit szokon is vettem, hogy így 3 év kihagyás után Bástya elvtárs már föl sem kerül a köcsög listára, úgyhogy innen is üzenem, hogy hajrá! Tavaly én voltam rajta, most a barátom van rajta, most már ő is sztár lett végre. Nagyon büszkék vagyunk rá természetesen. Nagyon ki vagyok borulva, hogy nem kerültem rá, de remélem, hogy a mai jeles alkalom után rákerülök. Nagyon örültem annak, hogy így egyszer csak ez visszanyalt, és önként lehet jelentkezni. Én is jelentkeztem. Hello! Hey! Yeah, I think you're cute, but really you should know. Let the magic begin. I just came to say hello. Meglepődtél ezen a nagy rendőri biztosításon? Nagyon, mert Párizsba belekeverelek még véletlenül is, ha nem keresem. Tehát teljesen nyitott az emberek, nézik mosolyogva. Eddig még jó, eddig még nem dobáltak meg, úgyhogy még élvezzük. Azt mondják, hogy gyerekektől kell pont ezt a dolgot védeni, mi látjuk, hogy gyerekkel jöttél. Nem gondolom azt, hogy nehéz erre válaszolni úgy, hogy az PC legyen, de nem gondolom azt, hogy neki akármi baja lenne abból, hogy egy rakás másik emberrel együtt meg